nem megy a következő fölvétel, hogyha valaki vissza akar nézni a live-ot, hogy bele akar nézni, vagy bármi. Megnézze, milyen streamek mentek eddig a Hungate Gaming YouTube csatornán, megtaláljátok. Nagyon jó. Upgrade pipa. Itt úgy kell az upgrade-eket megszerezni, hogy megvan, ugye ezek, tehát ezeket még nem, de ezeket nem ugye lehet, meg lehet szerezni. Csak ahhoz, hogy meglegyen, előtte menni kell egy versenyt, addig ugye nem fogja odaadni. Általában az első kettő, az elsők mindig ugye a kettesek, azok idő, a hármasok meg valamilyen autót kell legyőzni, na az a nehezebb. Ez szúzós lesz szerintem, még a súlycsökkentés kell majd. Nézzük, mit kell lenyomja. Ez mi a fele? Ez Corvette. A fekete lámpa zavart meg. No, hát ez sokkal gyorsabb lesz, mint én. Van 3 másodpercet fogok előbb indulni kb. Aztán nem előzhet meg. Akkor most 6-tal. Akkor ez kurva gyors lesz, úgy kell számolni. Érdekes, hogy a Seat Leon a játékban jobb kormányos, ez meg bal. Amikor ennek kéne jobb kormányosnak lenni, mert ugye ez japán. A Leonnak meg pont nem kéne jobb kormányosnak lenni, de mindegy. Az váltsál már vissza, ez a váltó katasztrófa a játékban, amit néha művel. Elbasztuk. Maradja! Ott! Ne! Á, megelőz. Esélytelen. Jó, meg lesz, ha nem hibázok. Únya hiba volt benne. Köszönöm a követés mindenkinek. Meg a lájkokat is. Ügyesek vagytok, skacok. Na, restart. Yes, mehet. Nem tudom, hogy miért. Ez az egy hibája van a játéknak, hogy nem vált vissza. Nem mindig, valamikor nem vált vissza. Csak ha rohadtul elassítasz. Az emelkedő, ez az, ami alábasz nagyon a tempónak. Na már itt van a seggembe. Megint ugyanott elnézem. Nem, megcsináljuk előbb a súlycsökkentést, mert én is hibázok, de nagyon gyors még. Na, csúcsú, nagyon helyes. Nagyon helyes. Holnaptól megint kezdődik. Nem így drift összkerekessel. Érdekes lesz. Baj, telefonálja, csak én is szoktam sokat telefonálni. Igen, sejtettem egyébként, hogy nem lesz egyből meg ezzel a szerkezettel. Összkerekessel nem a legegyszerűbb.
De megvan, már hagyom is. Igen. Kerekessel nem a legjobb driftelni, sajnos, vagy nem sajnos. Kedves nézők, szeretném mindenkivel közölni, hogy egyébként a Twitch-en is megy a live. Úgyhogy ha valaki ott is szeretne bekövetni, mindenképp tegye meg. Valamint van Facebook oldalunk, meg Instagram, meg DC szerver, meg mi van még? Meg minden szar kint a profilomba. Milyen autós játék. A milyen játékra a válasz. Már azt hittem, ez feltűnő, hogy kocsival megyek pályán körbe-körbe. Nem baj, azért vagyunk, hogy segítsünk. Gran Turismo? Dehogy Gran Turismo. Á, nem. Juicet 2. Nem tudok ellene fogadni? Már megint izé... Dodge Viper. Biztos nagyon gyors lesz. Na már indul is. Nagy nitrónk volt. Az igen. Ugyan nitróztam, öcsém. De miért? Azért valamiért egy-két autóval előfordulok, mint mikor kellene. Nem tudom, hogy miért csinálom. Nézzük már meg más kameraállásba. De ebbe szeretek vezetni, csak nem tudom, hogy itt mennyire lehet érezni a kocsit. Csak egy próba, tudom, hogy ettől agyfasz kaptok, úgyhogy nem akarom erőltetni. Alig a kocsi, azt mondod? Need for Speed-be imádok ebbe a nézetbe vezetni. Az Underground 2-be. Hát, így se lesz a barátom. Most van itt be se jó. Így lesz, Midnight Club is lesz. És nem vált vissza, bazd meg, megőrülsz. Így, bazd meg, de ez kúnya volt. Nem, hát ez nagyon nem jó így. Lesz Midnight Club is, meg ez egyik ennek, ez nem Need for Speed. Csak mondom, most a héten Burnout Paradise lesz, meg Grid Legends. Csak nem tudom, melyik sorrendben, vagy felváltva. Most Burnout, meg ez is lesz, Burnout is, meg Grid Legends. Ezeket fogom nyomni, mert még van EA Prom, és ki akarom használni. Eddig jó. Az, hogy mi ez a kanyar? Maradjál mögöttem! Nem mit? Azaz! PS2-re van? Van, igen. Hát oda jött ki meg PS3-ra, meg Xbox 360-ra. Jó, akkor viszont lenne egy kérdésem, hogy a Grid Legends-nek a sztoriát én kipróbáltam billentyűzettel, elég jól tudtam benne vezetni, van kormányom, csak nem biztos, hogy van kedvem összerakni. De az lenne a kérdésem, hogy PS4-re nincs. Ez már nem lehet megvenni, 2007-es. Az lenne a
PC-re kirakom a letöltőjét a napokban, ígérem nektek, hogyha valakinek kell, akkor PC-n benn vannak olyan játékok, amit nem lehet megvenni se, azoknak kirakom a letöltőjét Discordra, úgyhogy azért érdemes csatlakozni Discordra, meg nem kilépni, mert lesz benn más is. Tehát a Midnight Club-ot is ki fogom rakni, Gran Turismo 4 is kin van PC-re, igen PC-re, hogyha valakinek kérdés, hogy a Gran Turismo 4 mióta van PC-n, mióta van emulátor, meg fel van patchelve 30 gigával, úgyhogy úgy néz ki, mintha új játék lenne. Az lenne a kérdésem a Grid Legends-el kapcsolatban, hogy körülbelül mennyi idő kijátszani, mert ugye két hetem lenne rá. Mennyire hosszú játék? Lehet, hogy csak belenézzünk, majd meglátjuk, hogy mennyire fogom én ezt. Csak a sztorit, aha, csak a sztorit. Nem, PS4-re ezt a játékot sehogy. De most én nem tudok róla, megvenni nem lehet. És mennyire jó a sztoria egyébként a Grid Legendsnek? Kíváncsi lennék rá. 5-6 óra max. Kíváncsi, akkor lehet, hogy holnap, nem tudom, lehet, akkor viszont van idő. Én minden este streamelek 8-tól, kivéve péntek szombat, úgyhogy végül is akkor idő van. Megnézzük. Hanyadik burnout. Ez egy komment volt ez a fal. Ez hanyadik burnout. Ez se hanyadik. Ez a Juicer 2. Mindegy, megnézzük. Megnézem, van-e hozzá magyarosítás? Hát, hogyha még az is van. Akkor lenne igazán fasza. Így, de nagyon akartam, nagyon-nagyon-nagyon fal közel akartam elmenni. Baszik, városi zárt pályán, ne koccoljam le a falat. Látjátok, egyébként nem open world a játék, de mégis rohadtul el lehet vele lenni. De muszáj megcsinálni, hogy meglegyen a izdém. A tuning a kocsira. PC-n nyomom, és ez a Juicer 2, ha meg ez szűkös lesz. Most kell nagyokat fékezni. Mert így meg annyi időt vettitek, mint a szem... Ez a szűk, ez nagyon szűk, azt tudom. Figyeljetek már, ott volt a cél, mert nem is figyeltem. Ja, akkor majdnem, na még egyszer. Hát akkor tudod feloldani a tuningokat a kocsira, hogyha ezeket megcsinálod, különben nem engedi meg. Tehát ugye úgy tudod fel a lakatot leszedni a tuningról. Köszönöm a követést mindenkinek. Gyertek Discord szerverre, skacok meg mindenhova is. PC-re, meg Facebook csoportba. Jaj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 
mindenről tájékozottok. YouTube-ra meg mennek a bemutató videók. Ha valakit érdekelnek autós játékok, tele van vele a YouTube csatornán bemutatók, meg minden szar. Meg ha valaki igazán szeretne támogatni, akkor egy Hungate Gaming-es YouTube csatorna követést elfogadok mindenkitől, mert a volt csatornám nem pörög sajnos, de majd megoldjuk azt is.
Ez nagyon csúnya volt. Még talán nem feltétlenül, mert nem lassítottam le annyira, de nem hiszem, hogy meg lesz. Próbáljuk meg azt, hogy nem fékezek. Hát... 3, 4... Nem, pont a cél előtt. Na jó, meg lesz ez. Ez nagyon szarul mentem, tehát szerintem... Hűvel, hát 5 másodpercen lehetne gyorsabban. Meg kéne menni, 23 alá is be lehetne még menni. Jó, eddig nagyon jó. Jó. Eddig időben vagyunk. Ez eddig zseniális. Ez sima, ez meg lesz. Hát, ez bőven megvan. Mondtam, hogy be lehet menni 23 környékére. Zsúlyszett 2. Hát meglátjuk, mondom, kíváncsi leszek a gridre. Most, hogy így izé, mivel a Star Wars miatt volt ilyen előfizetésem, így vagyok vele, hogy nézzük meg. Jó, tehát az a lényeg, hát ugye emiatt kellett megcsinálni, mert most ezt látom tenni, mondjuk a handling az pont annyira nem szempont. Csak ugye az megvan, még ezt kéne, meg ezt kéne. Nézzük meg előbb ezt, mert nem fontos, hogy bazd meg, de ez is egyenes. Ez a legrosszabb, ami lehet egyébként ilyen versenyen, az rohadt egyenes. Mert ugye sokkal gyorsabb, attól fog érni, mint a szar. Első részből is lesz live, úgyhogy mindenképpen nyomjatok követés, gyerekek, mert jön Burnout, minden szar. Flatout is lesz, szerintem a régebbi. Nagyon sok játék lesz, úgyhogy... Meg nem csak autós játék, de azokat is, a régebbieket mindenképpen. Hát, jó játék egyébként, de lesz a YouTube-on most megy majd ki videó a héten róla, amiben eléggé fogom fikázni. De érdemes egyébként mindenképpen kijátszani, mert egy jó játék. Csak... Nekem a Star Wars-ra egyetlen egy bajom van, hogy szerencsejáték. GTA Syndicate is király volt. Arról van videóm? Ma már is emlékszem, a Street Racing Syndicate-ről van videó? Talán nem tudom már. Overspeed-ről van. Már nem is tudom melyikről. Lehet, hogy a Street Racing... De arról van, de az nem volt jó. Hát én megmondom őszintén az új Star Wars-szal kapcsolatban, hogy javaslom mindenkinek, hogy story módba játssza a játékot, mert kibaszott szerencsejáték az egész. Életemben nem láttam még olyan játékot, amiben olyan szintű csalás van, mint abban a játékban. Megvan.
Nem, nem, figyelj, elmondom, hogy én a Fallen-t kijátszottam Jedi Mester módba, az újat meg 70%-ig Grandmaster módba. De a végén levettem normálra, aztán story módra is visszakapcsoltam, azért, mert a játék csal, folyamatosan csal, és én nagyon megbántam, hogy 70%-ig is elvittem abba a módba, mert az egész játék arról szól, hogy neked milyen az ellenfél, mennyire fog csalni. De nem attól függ, mint egy Dark Souls-ba, hogy ki tudod-e játszani, hanem azon múlik az egész játék, hogy mennyire vagy szerencsés. YouTube-ra ki fogok rakni egy videót, ahol be van lassítva rengeteg helyen, hogy mit csinál az ellenfél, és olyanokat tesz meg, amit nem tehetne meg, és ezt látni fogjátok. Ez nem hiba, mert ezt az egybe is csinálta. Hogy mit tudom én, például ugye nem támadhatna meg, mert levittem a állóképességét, és megtámad. És ugye az a lényege egy Souls-like játéknak, az a lényege, hogy megtanuld az ellenfeledet, és le tud úgy győzni, hogy magát a move szettjét tudjad, és akkor annak megfelelően csináld rohadt gyorsan a dolgokat. Viszont hiába tanulod meg a Jedi-be, Juicet 2, tehát hiába tanulod meg hogy a Jedi-be, hogy mit csinál az ellenfél, van, amikor megvan, hogy mit kéne csinálnia, és nem azt csinálja. Na, ennek függvényében én nem akarok azzal a játékkal még egyszer nehéz módon játszani, mert az idegrendszeremen kívül semmit nem tesz, csak a maximum azt teszi tönkre. Ettől függetlenül a történet jó és baromi jó a játék, élvezhető, zseniális, nekem nagyon tetszett, de... Ami nem rajtam múlik, hogy meg tudom-e verni az ellenfelt, hanem azon, hogy milyen... Mit ad be a játék éppen. És megvan. De mondom, tehát benne lesz a videóban, tehát hogy nem... Nagyon-nagyon-nagyon durva csalások vannak a játékban. Tehát lemértem After Effect-be, többször van olyan, hogy az ulti, amikor ugye bepirosodik és nem tudod kivédeni a támadását, akkor ő úgy támad meg téged, hogy 0,25 másodperced lenne reagálni. Van, amikor ezt eljátszod többször egy másodperc, tehát az emberi reakcióidő igazából nem... Tehát a világ leggyorsabb reakció ideje sem lenne elég arra, hogy ezt a játékba sokszor például kikerülj egy támadást, és én ezt nem érzem korrektnek, tehát legyen gyors, mert nyilván kellnek a reflexek, meg kell az, hogy rohadt gyors legyél, de nem ilyen áron, tehát na mindegy, ez csak az én véleményem. És amikor olyan dolgok miatt halok meg egy játékba, ami mondjuk tőlem mondjuk, hogy független, akkor annyira nem érzem magam boldognak. Na, jó, most, hogy megvannak egyébként erre is a tuningok, felpattintjuk. Lehet, hogy egyébként ez driftre már egy kicsit sok lesz. Nem tudom, hogy... Jó, nagyon jó. Tehát, hogyha mondom, tehát annak ellenére, hogy van egy ilyen... Valami nem jött össze a készítőknek, amit nem tudtak megoldani, attól még az a játék baromi jó. Na hát az a lényeg. Játszani kell vele, mert amúgy tényleg fasza. Még egy autót, mennyi pénzünk van? Hogy állunk lóvéval? 400, ahol van bőven. Akkor viszont még egy autót megnézünk. És értem, az annyi pénz van ebbe a... Mazda. Nem, mi? Mazda, bocsánat. Ezt akarom felhúzni. Ide, mert... Ez egy jó drift autó, úgyhogy ez... Juicet 2 a játék neve. Játszunk tett a Juicet 2 izém. Írom. Hát mondjuk, ide nem lesz könnyű. Az jó, az is jó játék volt. A Hogwarts-on egyébként egyetlen egy negatívumot tudok felhozni, az, hogy a játék felétől uncsi lesz egy kicsit. De addigra mindent megszerzel, de viszont érdemes kijátszani, mert na, tehát összességében egy baromi jó játék, csak annak is, tehát évjátéka egyik se lesz szerintem.
Jó, Venom, na menjünk driftelni. Nézzük meg ezt az autót. Először be fogunk menni. Melyik? Már kívül csajokat, csajok közül kell választani egyébként. Nem, amúgy a pályát nézzük, French. Jaj, menjünk erre. Bevisszük ezt az autót. Megnézzük, mit megy. Mindjárt jön Palik is. Hát az minden, az is egyébként ami idén durva lett szerintem játék, az a Callisto Protocol, meg a Dead Space. Az a kettő sokkal szebb az összes új játéknál. Sokkal szebb. Hát a... Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Hát itt az történik, kedves Palik, azt hogy... a mindenit! Hú, de hol a csajnak a segge? Elhagyta valahol? Vagy annyit ült a kocsiba, hogy összement? Nem, mert igazából itt annyi van, hogy tél van, és melltartóba jöttem télen versenyezni. Az olyan fura? ja. Viszont én például a Star Wars-ban nem találtam nagyon bugokat, például a PC-n semmi. Nagyon kevés van benne, de azok még viccesek, de a játékélmény nem befolyásol semmi. Na, ezzel még nem drippeltem. Ú, de megy! Ja. És sokkal feljebb tudja tartani az autót, nem létező híveket használ. Nem létező híveket körbe autózzá! Hát körbe autózzá! Hát megcsinálja! Hát nem hiszem el! Hát az milyen brutális! Megvan. A Callisto? Jó volt, igen. Ruizet 2, igen. A Callisto protokoll nekem rohadtul tetszett, de azt hallottam, a Dead Space-esek annyira nem szeretik, de a Dead Space-t is kitoltam utána az újabb, én előtte soha nem játszottam Dead Space-szel. Nekem mind a kettő rohadtul bejött amúgy. Na, oké. Okay. Mármint, hogy mi szomorú, hogy nem játszottam Dead Space-el előtte? Nekem nagyon sok játék ilyen izé, ez a világ, szerintem nagyon sok mindenki maradt. Hát nem volt rossz, de én rápróbálnék. Hát meglátjuk. Lehet, hogy mondjuk vannak olyan tíkjeim, hogy például a Skyrim-mel nagyon sokáig nem játszottam, és mondjuk én nekem a Horizon Zero Dawn, tudom, hogy semmi közöket nekem egymáshoz, de a Horizon Zero Dawn után kezdtem el a Skyrim-et, próbálj, néztem meg, és nagyon nem jött át már az a mozgás kultúra. Tudom, hogy a két játék nem ugyanaz, nem is ez a lényeg. 2 millió pontot kéne itt összeszedni. Na jó, próbáljuk meg. Nézzük meg, hogy mit tudunk, Mazdát bevisszük. Most akkor arra akarok kiukadni, hogy nem biztos, hogy nekem a Dead Space első része bejönne. A Dead Space-nek az új részéről brutál bemutató, fél órás bemutató videóm van a YouTube-on. Azt érdemes megnézni, ha valakit érdekel a Dead Space, mindenképp. Szerintem abból tanulhattok, vagy hát ebből sok mindent meg lehet tudni. Két millió öcsém, várj, ez durva lesz. Nice
Be fogok hányni, gyerekek. Meg golyózik a szemem, te jó ég! Ó, megvan! Nem. A Dead Space-nek az új részében nem csak, hogy karaktereket is cseréltek, nem cseréltek, változtattak meg. Tehát a Dead Space-nek az új részében nem tudom, játszottál-e végül akkor, de nagyon sok, elég sok mindenben más, mint az első részben. Hát ott elég sok mindenben változtattak. Ez nem csak egy felújított, hanem egy elég át is van írva valamilyen szinten. Nem kis szinten egyébként. Vannak dolgok, amiket totál máshol találsz meg, meg másképpen kapod meg, vagy más adja át neked. Másikon mennyi lett volna? Az is 2 millió? Azt már nem próbál. Megnézzük. Tudom, mi az a pálya, szerintem. Szerintem ezt hagyom a francba, sejtem, hogy mi az, az rosszabb. Nem tudom menni. 1982, ez ne, akkori a játék? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Olyan régivel nem nyomtam. Nincs több drift. Csak ez lenne, de ezt nem engedi. De várj, az elsőt nem engedi. Menjünk erre. Nem, szerintem annyira régi játékkal nem nyomtam. Na go! Nagy fotró, nagy grafika lehet egyébként. Százezer a bet... Ó, bazd meg. Na ez csúnya volt, nem, nem hibázhatunk, nem fér bele. Volt külön fekete-fehér verziója a játéknak? Nem már, mit művelek? Én a Need for Speed első részével játszottam, az még egy durva cucc. Bye.
hal. Igen, ezt elrontottuk. Az meg. Hű, ezt vissza kéne valahogy hozni. Én itt nem szoktam hibázni. Maximum a végig megyek, úgyhogy... Hát nem. És fal. Na jó, próbáljuk meg, hát van rá 22 másodperc, az még amúgy... Á, ne, innen már nem. Na, nagyon elment az első. Hát küldjétek be, megnézzük. Ez csúnya volt. Nem tudom. Mehetek én sem mindig tökéletesen. Jó, ezt most akkor megtartottuk. Nézem mindenképp. Köszönöm a követést. Hát... Mikor majdnem neki megyek a falnak? Hát, már egyébként én ma vezetés közben tudom, csak nem mindig szoktam mondani, mikor megvesz simán, mikor, amikor. Na, nagyon ritkán érzem úgy, hogy
hogy tehát már a sebességből tudom, hogy próbálom menteni a helyzetet, de nem biztos, hogy az úgy már menthető. És akkor most látok már én ebből. Nem. Na, ezeket nem lehet. De mi kell hozzá? Promotion 11. Ez csomó lokkos. Azt nem tudom, hogy... Persze. Azt meg is értem. Unlock prototype. Miért nitrót akar? Csak háromat tudok. A powert gondolom tök fölöslegesen húztam most fel, mert annyi, hogy most... Jó, nem vagyok előrébb. Na mindegy, ezt most rátesszük. Ruizet 2. Akkor elvileg azt tudom csinálni, hogy... Mindig nem fogja, nyilván mélyre engedni amúgy, ez semmi köze hozzá. Mert egy 180 ezres, de ez... 58 mérföld. Csináljuk meg majd, hogy tudom, ezt. Elég, nem kell a 180 ezer. Ott gondolom, ott nem lehet optikailag tuningolni, mert abban sose lehet. Hát aztán lehet, hogy most ez változott. Hát akartam fogadni, de akkor mondjuk a játék rátesz egy lapáttal. Nem baj. Visszaadta a Leovert. Oké. Okay. Na milyen játék neve? Ha itt végig van nitro, akkor menjünk. És új szett 2 amúgy segítek. Na jó. Megint csetet olvastam, nem szabad. Persze, hogy más. Nyilván egyértelmű. Mert azt nem tudtam elmesélni, hogy úgy jártam a matracon. Mert sokan írtak, az úgy ment. Na mesélj! Próbálom olvasni, de el fog pörögni. Várjál, minden reggel leengedett, de nem lyuk miatt, hanem a szerephiba miatt, úgyhogy sok alvás nem volt. Nem aludtál, még az eső is esett, a csúcsú... Remélem azért összességében jó volt.
Ambitan visszahozni? Akkor a Nitróval még visszahozom, de nem. Ja, na az mondjuk nem hülyeség. Az a lényeg, hogy pihentél egy kicsit. Hát kíváncsi leszek a gridre, majd meglátjuk. Megint túl sok volt. Próbálom majd egy tökéletes kört, hát hogyha sikerül. Nem, nem sikerül. Későn fékeztem, na most már mindegy, menjünk. Hát játok, mindig belefordulok egyébként, nem tudom, hogy miért. Mindig sikerül belefordulnom orral, néha a falba. És nem értem, Need for Speedben nem szoktam ilyet csinálni, valamiért. Ez folyamatosan összejön nekem. Sőt, semmelyik játékban nem szoktam így előfordulni. Na mi van IP? Látom, hogy mindig nyomod a izét, Warzone-t. Jól emlékszem? Le vagy bukva. Lehet, hogy nem emlékszem jól, de szerintem jól emlékszem. Cső mindenkinek, köszönöm a követéseket. Ez a IP, hogy vagy? Pörgessed csak. Jön a háború, ne adj Isten, de ne legyen ilyen, akkor majd szólok neked, ezt megvédesz. Jó. De csúcsú már holnap, már miért dolgozni amúgy? A platinázások, figyelj. Még ezt a versenynapot meg akarom, ezt a versenynapot mondjam, részt meg akarom, de még ezek kurva sok van a játékból. Jó lenne egy új autót kihozni. A 4 egész, hát akkor nem, akkor ezt csináljuk. Hát az is egy opció, lehetsz itt is, meg ott is. Gyerünk. Egy dolog nagyon hiányzik a játékból, amúgy a zene. A zene az nagyon hiányzik. Valami fogadást nyomjunk. Toljuk neki föl maxra. Van ezzel, gyerünk, told a lóvét. Lehetséges, simán lehetséges, amúgy a 10 kodosok megvédenek. Én nem tudok jól lőni a lövöldözős játékban, úgy, mint mondjuk a profik. Hogy oldottad fel a negyedik rumba az aranylakatos? Ebben, hogy mit csináltam, hol csináltam? Aranylakatost, ebbe nem tudom. Nem tudom, mire gondolsz pontosan. Van egy sejtésem, de így nem... megmutatom, mert most így nem tudom. Verseny után szóljál rám még egyszer, ha elfelejtem. Egyébként azt hiszem, ott, amikor bemész a tuningokat, ott alul írja, vagy még előtte talán, hogy Visual Mode, Unlock, meg performance, és akkor a performance-ra nyomsz rá, és akkor ott választod ki. De csúnya volt az a kanyar. Többet kéne használnom a féket. What a feeling!
komoly IP. Remélem előbb-utóbb nekem is lesz ilyen lehetőségem, már kipróbálnám. Azaz. És 7 kör várját, még van itt 3. Szándékos volt. Akartam nitrót gyűjteni. Ez is, meg ez is. Mennyibe kerül, azt nem tudod nagyjából, IP? És Edith tándékos volt. Utolsó körre legyen betárazva a nitró. Az nem olyan rossz. Amint mi? Mi Supra? Mi a Supra? Nem, Hannak az autója Erik szét. Ez Hannak a kocsija. Jó, Maxon van, oké. Okay. Kulcsökkentés is megvolt. Hannak Erik hete volt, soha nem volt Suprája. Igen, ez Hannak a kocsija. A régi, igen, az Erik szét. Az, amivel most megyek. Ugyanezzel a kasznival, ugyanez minden. Ők neki nem volt így széttörve, mint ahogy én széttörtem. Juicet 2 a játék neve? Nem baj. Juicet 2 a játék. Nem lehet ma megvenni sehol, ha valakit érdekel és nem tudja megoldani, akkor DC-re ki lesz majd rakva. Szevasztok. Hát én mondtam, hogy kell az a nitró. Nem, nem. Elég szete volt. 150 millió százalék, hogy elég szete volt. Tehát nincs is olyan opció, hogy nem. Juicet 2, you eat said. Jó, meg vagyunk. Mehetünk már a izé ellen? Még mindig nem. Még öt kell, basszus. Már valami, itt volt még egy rövidebb, nincs. Nem. Akkor mire nem volt lakat? Mindre van lakat, jó. Autó elnyerős. De miért nem engedi? Szuperkár kéne nekem oda. Na, ez egy 4 mérföldes verseny. Gyerünk, menjünk. Oké. Okay. Nincs Androidra. Basszus! Ergő, bocsánat! Mindjárt, ezután megnézzük, jó? A Leon az parkolóban van, benn van a garázsban. Bocsánat, mindjárt mutatom. Lehet ellenünk? Nem.
Oké. Na gyerünk! Ez zseniális az autó egyébként, ez nagyon jól megy. Az ki, ne! Nincs nitróm se, az a baj. Ez restart. És nem tudom restartolni, mert egy event, bazd meg! A személyre mutol. Hangja fasznyit. Várjál, ez kettő kör. Akkor még jók vagyunk. Ott sem ér, de... Van az úgy, hogy néha elesünk. Köszönöm a követést. Meg olyan is van, hogy valaki 3 méterrel jön, bazd meg. Mit művelsz, ember? Ennyivel nem tudok menni. Ez mennyire nem volt korrekt. Jézus. Amúgy, ha elbukom, bukom a Verdámat? Hát ez még jó, hogy itt szenvedtem. Hát ez nem lett volna olcsó mulatság, gyerekek. Hát ez mi volt? Hát ez a tempót ment az az állat, amivel én is ezt nem tudok menni. Na, garázs, rámész a kocsidra. Tök mindegy. Akkor itt, ott látod lent, hogy unlock vizuál, meg unlock prototype, és neked a prototype kell, és akkor itt ott kiállokolni a cuccost, amit akarsz. Hát ez ilyen. Őradnár. Na jól mondom a neved. Követést nem felejtsétek el, mindenki, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Üdvözlöm az új követőket is, sziasztok. Mi a játék neve tetszik? Csúiszet 2. És akkor még mindig van... ez még minimum egy live. Ez még minimum egy live, hogy ezt befejezzük. Ezt ma akartam, de hát ennyire gyors nem vagyok. A motion még kell... Nem mehetünk. Mennyibe állt maga a kocsi? Hogy érted, hogy mennyibe állt meg? Még nem. De már nem is tudok izélni. Hát nincs valami... Ja, nem tudom. Nem tudom, annyi pénz van a játékban, hogy nem figyelem. Annyi... Rengeteg lóvé van. Biztos, hogy nem akarok ilyen eventet menni. Semmi nincs? Húha! Mennem kell, jó éjszakát kívánok, sziasztok, cső, kidú, hogy keresenek között vannak a csomagok. Megnézem majd IP, szétnézek. Érdekelne engem is. Ez gáz. Most tudom, melyik volt a szuper. Hát ez kell szuperkár. Hát akkor csinálunk egy szuperkárt. Egy fene. Annyira nem lesz, nem fog megsértődni, mert tuningolnunk kell egy új autót. Jó. Legvégére megyünk.
Hát ott vannak a szuperautók. Mi a különbség? Z06, Z51, Z06 maximum. Akkor még ugye a BMW van. Nem fogom kihozni. Vigyük ezt. Annyi fasznyit jobb, meg mondjuk van, mert drágább is. Vigyük ezt, mert tök mindegy, elfér, nem? Elfér a garázsba. Oké. Valamennyire tuningoljuk fel. Gondolom, nagyon nem lesz jobb, mint a többi. Nem tudom, kezdhetjük az ültetése. Úgy nem ül le. Azért ennél többet vártam volna, köszönöm a követéseket. És erre sincsen már egyébként body kit. Mondom, a tető is csak ilyen. Hát ezt rátehetjük. Kormány, ülés. Megvolt. Na nézzük, akárító. Nem nagyon hiszem, hogy ezt... Az nem rossz. Jelent, ez még át is látszódik. Jó. Hát ez szerintem szép. Csak ez a téli gumi, ami rajta van, vagy hát lehet, hogy nyári akar lenni, de inkább télinek tűnik. Hopp, egy ilyet. Az nem áll rosszul neki szerintem annyira. Bár lehet, hogy oldalról nem lesz annyira fasza. De mondjuk jó, mert megy az a lökhárítód, mert az is így lelóg. Jó. Nem is rossz. Midnight Clubból is lesz majd live, igen. Ne aggódjatok. Mit tettem le róla? Mondjátok, hogy mit? Az első lökhájtót nem adtam végül rá? Ja. Le. Igen, azt nem tettem rá. Én nagyot. Még ilyen régi módi vagyok. Ilyen retróban nyomom. Jó van, csak telefonáljál csak. Nyomjad. Nézzük, miket lehet. Hát, nagy kalan nem lesz. Viszont menő egyébként, hogy ezt így bele lehet így látni a kocsiba. Mondjuk, hogy ezeknél a... Csőműnek, sziasztok! Van amikor én is, attól függ a Rocket Bunny stílusnál például. Itt Need for Speedben ott nem szoktam nagy szárnyat látni. Van amikor nem teszek. De egy csúcsökkent és lófasz, mert ez semmi nem volt. Most elvitt szerintem egy nem kevés lóvét. Nem. Nem akarom nagyon vizualizálni, de... Miért nem lehet... Amin egybe valamit. Nem akarom azt, tudom, hogy nem az a kocsi. Meg vannak, hogyha lehetne... Mert jók, nagyon jók egyébként az effektek, iszonyatosan jók. Valami csaj tegyünk rá. Ezt itt, menő. Jó, ez. Igen, így. De miért nem látszódik jobban, én nem értem. Jó, meg gondolom 1000 éves, tehát, hogy... Hát nyilván azért. Le lehet még húzni, jó szegény. Ezek egy jó lenne, hogy ezeket ki lehetne benne cserélni. Fasza lenne. Amikor kimegyünk innen, akkor fokkal jobb. Ruiset 2.
Tehát, hogyha kimegyünk ide a menübe, akkor igen, ott azért jóval látványosabb egyébként, csak a csajnak a fejem pixel halmazott sem, hogy kegyetlen. Ő volt Good Gamer. Volt Good Gamer, volt egy ilyen kérdés, hogy mi a véleményem a Steam Deckről. Mondom, nem tudom, de te tudod. Mi a véleményünk a Steam Deckről, Old Good Gamer? Nem tudom, itt van még, aki kérdezte amúgy. Na, nyomunk egy volt szünetet.